Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt a Danuka megteremteni a falut és megmenteni a falut című sorozatunk 7. epizódja. Itt van velünk Attila. Hey. És hangban Bogi. Hello. És hát a mi kis Elton Johnjainkat, meg mindenfajta falusiainkat védelmezve a kerítés építésének folytatása következik nem sokára, csak most ugye Attila elment bányászni, én pedig ugye ezáltal ugye nekem van az első számú figyelem részére, tehát én nekem oda kell figyelnem a falura. Most jöttem kifolyólag... Ja, visszajöttél? Lecraftolom a redves! Nem baj, attól függetlenül alszom majd akkor mindjárt. Egyébként a kerítés egyik oldalról ki van építve, a másik oldalról viszont most jön a neheze. Lecraftolom. Meglegyen. Hát azért most fog jönni a neheze azáltal, hogy ugye egy elég durva domb lemenet van most itt ezen a részen. Úgyhogy ezt még ki kell találnom, hogy hogy legyen. Első. Mi történt? A bookshelf. Szeretlek én téged. Mit kérsz még tőlem? Ne hozzam ide az angol királynőt neked. A legkönyves porc. Ugye nem mondod, hogy kifosztod a könyves porcokkal? Itt arra kell rányomni, hogy a taunamikumot megkapjam. Ami egy nyelvtörő. Na, köszönöm. Tanulom, first step. Anyádat, hogy csak egyet adtál. Tested has created this marvelous book. You must firstly, I will need to study the magical word that has been shown. For that I will need a tool, a taumometer, the book calls it. Taumometer. That's called a taumometer. Az Arkham Workbench, azt állítanak. Azt hiszem, én elkezdek egy kis luxust. Nem olyan nagyon magas szintű, de egy minimális szintű luxust azért belekezdek. Kell hozzá clay és 3 darab üveg. Egy toll és squid. Van egy squid. Fel kell áldozzalak az ördögnek. Más néven Taumra. Gyere ide. Most már nem érdekel. Nem fog velem kicseszni a Taumra. Végig csinálom. A 120. résznél is, de meg lesz. Az ismerettel. Tudom, hogy hogy kell. Olyan szinten... Pókokkal szemben is védekezzünk? Vagy az most nem olyan fontos? A pókok támadják a villager-t. Pókok támadják? Nem. Azért kell... Ez nem, védekezhetünk ellen, de... Hát de pókra rámehet egy... Pókra rámehet egy... Csak a zombi. Ügyesek vagyunk? Szóval pókra rámehet egy zombi. Nem. Arra csak skeleton vagy creeper mehet, nem? Ez a két lehetőség van. Jó, kell nekem üveg.
Elleni fogtama. Meg látva. Most már telirakom az egész házamat ládával. Szedünk homokot. Ez olyan jól fog kinézni, gyerekek. Fogom győzni. Le kell, hogy győznem. Ez most már elvi kérdés. Cobblestone, furnace, oda lerakjuk. Jó, kellene fog. Kimen, oda lerakjuk, így jön el. Így jön el a sátran. Raktam ott is. Van. Kaja neked most hogy van? 55 darab kanberim. Akkor bőven rendben van. Hát igen, én most a bokrok felültet biztosítottam. Hát én most kenyére, de mindjárt a bokor is meg lesz oldva. Hogy ez megvan? Hogy termelődjenek ugye később a... Most. Különböző házi állatok. A kertünkben. Ami egyébként az egész falu lesz. Na. Jól nézek ki. Ide egy lyukat. Mit találok? Kopárt. Érdekes módon most kopárra nagyon rátalálunk, vasra viszont egy jókora nullával állunk. Or tekintetében, mert tudom, hogy van kiégetett. És Danuka, én megkímélek téged. Én megkímélek téged a szenvedéssel, ami a Tomcraft alján. Hát egyébként ez is ugye a sorozat része, hiszen a Tomcraft is hoz ránk különböző jó kis átkokat, amitől meg kell védeni a falut. A Tomcraft maga... De az a bájom, ami elténteli a dolgokat. Nem Tomcraft. Ez nem Tomcraft? A Tainted World? No. Tainted World, ez mit közel nincs, ha jól emlékszem a Tomcraftig. Szerint sugárként kell termesztem, mert ennek a drágának még papír is kell. Az egyébként valahol termelődik, emlékeim szerint. És az Arkane Workben sem még mindig nem jöttem rá. Na, hát akkor most kell egy kis képzelet.
hogy ezt hogy csináljam meg. Ez biztos, hogy hozzam kell magammal jó sok. Még egy két stack. Aha, megvagy a köpfét. Most megcsípkele. Attilánál kigyullant a lábba. Két kristal. Hol az azért is gyerekek? Az a baj, sajnos nincs jobb megoldás, hogy szépen kinézzem. Aha! Gyors kérdés, akarsz aludni, vagy én aludjak? Aludj. Én? Oké. Csak akkor most kérdezem, mert ugye akkor megyek akkor az ágy felé. Akkor most kell egy termométer, amihez nincs rá plugin-ben kell. Már egy stack seed-en van. Ugye a hetedik adásra az nem olyan rossz. Aha. Mondjuk ezzel a hopszal még továbbra sem tudom, hogy mi a pöcsömet fogok tudni kezdeni. Szórakozz, hogy mind az öt kristály kell, amit ugye nem. Ezt mondom, és nem öt, hanem hat. Nem minden négy kristály. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Mondom, hat kristály. Hol a kötél? Hol van? A lovak még elvitték, de hamarosan elkattoljuk. A kötél, slime kötél. Szegény Attila szenved. Szenved. Én befejeztem. Mi ezek a lekraftolom? Bányában olyan kicsi és biztonságos a világ, mint a nyártan. És mivel nem tudjuk annyira, hogy mi itt a leges-leges legfő cél, nyilván a mi általunk kitaláltan kívül, ezért nem tudom azt mondani, hogy ez most egy jó ötlet vagy rossz. Hogy Attila idegrendszere most megkíván egy kis pihit. Nem, én befejeztem a Minecraftot, én keresek magamnak valami másik modot. Jó, elszórakoztatom, szórakoztathatom, nem kínoszthatom magam. Botanél. Ugye parkörözni nem tudnak a lények? Nem. Akkor jó. Nem lesz belőlük kutatás. Férülár. Lehet, hogy én egy kicsikét így szépítgetek. Az Olivewood nevezetű fa át tudjuk ültetni? Mert most itt van egy rossz helyem. Nekem egy picikét rossz helyem van itt az egyik. Van egy olive fám. Kettősség kellett. Már van. Tehát felőlem nem is kell újra ültetni. Csak annyira szar helyem van. Már mondjuk itt is van mellette egy másik.
Igen, én azt fogom csinálni. Én díszítgetek. Hát igen, végül is igen, a falunak azzal is kéne haladnunk. Igen, aztán ez is beteg. Ezen én úgy döntöttem, hogy nem spórolom ki a falnál az, hogy szépségre menjünk, illetve ne dolgozzunk feleslegesen, hanem egyből azt mondom, hogy menjünk a felesleges, illetve menjünk a biztosra kategória. Tehát feleslegesen kellene menni. Közben ugye folyamatosan szedem fel a klét. Egyébként inkább konstruktívben, ha van kedved, akkor... Én már találtam a magadat, ami megnyugtat. Az oké, csak nem biztos, hogy hosszú távon oké lesz ez a dolog így. Igen, lenyugszom a tankat átalakodott szenvedésből is, és dolgozok tovább. Na, van meg. Jó, lesz kléjünk bőven. Yeah. Mondjuk ezt ennek köszönhetjük, hogy itt van egy kis tavacska mellettünk. Most elvonulok a természetben. Én is, de csak azért, mert bányászni kell. Ezt nem feltétlen írt vettem. Egy pókicát hallok. Később jól jöhet a marble. Lehet, hogy a folyónál egyből marble-be elépítek. Várja, marble-le. Aha, az szép lesz. Oké. Okay. Tudok belőle szép dolgokat csinálni. Jó, akkor marble. Hát figyelj arra, hogy ne az Astral Sorcery-t használ. Ez kvarkos. Ja, ezt használhatod. Ezzel az a problémám, hogy marhasok van belőle egy helyen. Jókora lyuk fog itt keletkezni. Általam. Nem baj az. Hoppá, elfogyott. Csáki bácsi. Csáki bácsi megadta magát. Ez komoly. Itt is van. Rengeteg marble van itt a közvetlen közelünkben. Talán az a közelebben lévőt azért érdemesebb leszenni, mert nem kell fölágaskodni miatta. Hm. Közben itt a neved így a háttérben. Ja, beszélgetek. Így? Az igen. Az igen. Olyan hülyeségeket tud nekem írni ez az ember, hogy hű. Akkor ne beszélj vele, jó? Majd hát mondd le neki, hogy kapja be a pöcsit. Kapja be a nuniát, jó? Ha cselszi, akkor a nuniát. Tudtam! Az igen. Nem! Hülyeségeket ír nekem, én meg visszaválaszolok neki rá, még nagyobb hülyeséggel. Jó. Akkor tényleg ez lesz a jó válasz. Hogy kapja be a miért. Kiderült maga, hogy mind a ketten hülyék vagytok, de... Ez mikor nem volt kérdés? Hát igen, ez a másik dolog. Látod, hogy géneszcéna? Mondjad! Te vagy a GSC fekete báránya.
Barát! Ráhamizik Daruka. Ebben a jelenlegi elmúlt időszakban történt fekete ügyben nyilván tiszteljük őket és imádjuk őket, de talán ez a legrosszabb poén. Hát igen. De én csak egy vonalat kérnék. Milyen vonás? Vonal. Ja, vonal. És most azt mondanám a Palának, hogy nézze ezt a csatornát, hogy megtudja, honnan jönnek a szóviccek. Ha megtudnád, jól van. Ide se jövök. Ide se jövök többet. Várjál, hogy készül ez a sima Mable? Azt kilép. Nyugtató. Mondjuk annál kevésbé hasznos. Szerintem Danuka már tudja. Az aranyos lesz így. Aha, bármilyen stick, meg egy vas. Szerintem Danuka tudja, hogy én melyik moddal is ködöm most. Nem, de érjen meglepetésként. Hát ezen maga ez megnyugtat. Kicsicsa. Most nem baj, hogyha te, mert én elindultam vasért. Megyek. Eladok be. Itt lehet, hogy egy kutya jót tenne az idegrendszeret. Meg halacson. Egy közelbe. Egy közelbe vagyok. Mindig itt headbangelek fennedem. Az igen, csém, az igen. Az kérem. Azok már aludni. Mehet az alvás csak. Jézusom. Bejött egy falus itt néz alvás közben. Visszható. Az komoly, hogy egyáltalán semmilyen barlang nincs a közelünkbe. Hát rengeteget láttál, szóval ezt nem mondhatod, hogy nincsen. Ki kellett mondanom a kulcsot. Mert mit tudod mondani? Egy szakadék. Igaz, szivatós. Alt. Hát négyes darab vas, az nagyon nem elég. Jó. Ez megnyugtat. Ó. Szén majd egy következő kör lesz szerintem, most nem szemlém be. Víz kristályjal hogy állunk, Tamka? Nincs. Nincs? Akkor hozom. Találhatod.
Hát megkönnyíted vele a szenvedésem. Igen, csak valami pihenést ír elő nekem a játék, amit nem teljesen értek. Pihenés? Viszont, hogy mi vár engem a kanyaron túl, azt a következő adásban fogjátok megtudni, ha csak nem támad meg addig. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Helyi!